Szanyó Lászlóval, az Otthon Építőmérnök Kft. Ügyvezetőjével és tulajdonosával beszélgetünk. Lényegében családi vállalkozásként indult. Az elsődleges profilunk az építészet tervezés, tehát lakóépületek, egyéb épületek tervezése, valamint kivitelezés. Kivitelezésben pedig kifejezetten a könnyű szerkezetes kézházak a fő profilunk. A fő előnyök egy ilyen háznál abban rejlenek, hogy maga a technológia, ez egy száraz technológia, nem igényel rendszeres vízbevételt, nem igényel vizes technológiákat, ezáltal egy elkészült ház szinte azonnal beköltözhető, a készítés folyamatánál sokkal kevesebb hulladékunk, sokkal kevesebb szemét, sokkal kevesebb porral jár, ezáltal mondjuk logisztikai költségeket is figyelembe lehet venni. Amit lakva nagyon szeretek egy ilyen házban, az, hogy a nyári hőkomfort a pletykákkal és a mendemondákkal ellentétben nem úgy néz ki, hogy amint kint 45 fok van, akkor bent 42 fok van, hanem bent is 25-26 fokon lehet temperálni egy ilyen házat bármiféle segítség nélkül. Téli időszakban pedig kicsi a fűtés igénye egy ilyen háznak, tehát nagyon könnyen felfűthetőek, nagyon kevés energiából fel lehet őket fűteni, tehát egy átlagos családi háznál mondjuk a nem ritka eset és nem kirívó példa az, hogy 8-9 ezer forintos fűtésszámlával kooperálnak téli időszakban. A másik, amit szintén használt közben tud értékelni az ember, az, hogy bármilyen bútor, bármilyen belső berendezési tárgy, amit az ember megkíván és szeretne a házában látni, az egy darab behajtógéppel elhelyezhető, felrögzíthető, nem kell hozzá bontani, nem kell hozzá a szerkezetet ismerni. Bár kimondottan ez utóbbi inkább a mi házainkra jellemző, mert nálunk van bent a belső felületben egy plusz elem, ami nem egy nagy titkos recept, egy USB lappal szintén burkoljuk a házat belülről is, nem csak kívülről. Ezáltal van egy olyan rögzítési felületünk, amelyet szinte mindent súlyhoz lehet használni. A konyhabúton mindig a sarkalatos pont, meg a kazán és a bojler, ezek között nem igényel plusz betétfákat, plusz kiegészítéseket. Nem kell előre már a szerkezetnél tudni, hogy na hol lesz a konyhabútor teteje és hol lesz a konyhabútor vége. Ezeket bármikor a menet közben ki lehet találni. A környezettudatosság régebben nem volt ennyire számottevő az építés során, most örülök, hogy egyre jobban előtérbe kerül, mert maga a környezetes házaknál a fő elem, amivel dolgozunk, az a fa. A legtöbb anyag, amivel dolgozunk, tehát a kezdve a hőszigetelésektől a faanyagokig, ezek egy viszonylag kis fajsúlyú vagy kis tömegű anyagokról beszélünk, ezért egy téglaházhoz képest ezeknek a szállítása, a logisztikája, a tárolása, ezek mind-mind sokkal kevesebb energiát fogyasztanak. Hogyha ezeket is számba vesszük egy építés folyamán, nem csak az, hogy a helyszínen éppen mennyi pénzt költöttünk el egy házra, akkor tényleg számottevő különbségek jönnek ki, hogy mondjuk egy családi háznál önmagában a téglák kitermelése az 3-4 pótkocsi szerelvénnyel érkezik ki egy házhoz, válaszfalakkal együtt persze, míg egy faházas szerkezetnél maga a falvász szerkezet, az mondjuk két kis terautóval kiszállítható a helyszínre. A hőszigetelések pedig szintén minden háznál megjelennek, legyen az tégla vagy fa szerkezetű. A hőszigetelések szintén egyetlen egy kisebb, mondjuk ponyvás pótkocsival elszállíthatók egy építés helyszínre, ami ide szükséges. Maga az építési folyamat két szinten tud elindulni, vagy hogy még terv sincs egy házról, akkor azzal kezdjük, hogy mintaterveket mutatunk, és ezekből kombináljuk össze az egyedi igényeket. Soha nincs olyan, hogy mintaterv alapján dolgozunk. Még nem találkoztam olyan, hogy valamelyik háznál ne kellett volna legalább a ház felét áttervezni. Tehát mindig minden házra elmondható, hogy egyediek, és minden ház egyedi igényekkel is párosul, akárkint, akárbent. Akár hogyha erre a házra is nézünk,
ez az interjú előtt felmerült kérdésként, hogy a fa és a műanyag nyilázáró, tehát a fa és műanyag nyilázáró is minden háznál egy visszatérő kérdés, és mindig változik, tehát soha nincs az, nem mondható ki egyértelműen, hogy mindenki műanyagot szeretne, az se, hogy egyértelmű, hogy sokan szeretnének fát, ez mindenkinek a saját egyedi igénye. Tehát tervezéssel indítunk alapesetben, ahonnan szépen felveszük az igényeket, és utána elindul egy kivitelezési, árajátadási folyamat, ahol tisztázzuk azokat a finom paramétereket, amelyek mentén aztán egy képet kaphatunk arról, hogy mennyi lesz a végleges költség. Ha már van kész terv, akkor ott általában a tervnek a felülvizsgálatával kezdünk, mert nagyon sokszor fordul elő, hogy a tervező kollégák a mi rendszerünket pont nem ismerik, és ezáltal egy átlagos rétegrenddel kezdenek, amiben pontosítanunk kell. Itt arról beszélünk, hogy 1-2 centimétereket tolódunk jobbra-balra, illetve a helyiség igényeknél egy pár centiméterrel kell mindent igazítanunk. Ez fontos, mert a szerkezeteink bár helyszínen készülnek, magát az elemek előkészítését műhely munkával készítjük, így lényegében mondhatom, hogy milliméterre dolgozunk. Ezek folyamatok mentén indulunk el végül is egy kivitelezéssel, ami az éppen aktuális évszaktól is függően, akár ideális esetben, ha a piac is ideális helyzetben lenne, és nem mindenki ezzel fele szaladna a munkák után, akkor mondjuk egy 3-4 hónapot fel lehet építeni egy ilyen házat. Jelenleg mindig igazodnunk kell bizonyos szakmunkáknak az alvállalkozójához, ezáltal akár 6-8 hónapra is el tud húzódni egy építkezés. Persze itt a 6-8 hónapban már az időjárás, illetve a téli időszak és a vele járó nehézkes munkavégzés is beletartozik, ha már a 8 hónapról beszélünk. A könyvszerkezetes házban lehet-e padlófűtést csinálni, mivel lehet fűteni, mivel érdemes fűteni. Amit az elején elmondtam, hogy kicsi az energiaigénye egy ilyen ház felfűtésének, ezért hagyományos jellegű kányhákkal, kandalókkal nem érdemes fűteni, mert az a pillanatok alatt túlfűtjük. Egy gázkazánról működő, vagy bármilyen vizes rendszerben működő padlófűtések, felületfűtések, akár mennyezetfűtés, hűtések ugyanúgy szerepelhetnek egy ilyen ház klimatizálásában. Az, hogy milyen a szerkezet a háznak, az nem befolyásolja a fűtési közeget. Aki kedvet kapott a könnyű szerkezetes ház építtetéséhez, az keresse bátran az Otthon Építőmérnök Kft-t Pázmántról, és Lászlóék összes elérhetőségét megtaláljátok a lékvence.eu-s oldalukon is, illetve a weboldalukon, a Facebookjukon. Külön csoportot is működtetnek a könnyű szerkezetes házak építésével kapcsolatban. Keressétek őket bátran. Köszönöm. We'll be right back.